1888-ban a mai Magyarország területén Máté Szalkán gyulladt fel először a közvilágítás, New Yorkkal egy időben, Párizs után két évvel. Erre az eseményre emlékeztek a 11. Máté Szalkai fényes napokon. A rendezvényen igazi turisztikai látványosságra, parádés fényes felvonulásra invitálták a résztvevőket. Az utcák sötétségbe borultak, és a város jelképévé vált mécses tartó fiú életre hívása és az ünnepélyes tűzgyújtási ceremónia után gólyalábasok, élőszobrok, fáklyahordozók közreműködésével gyulladt fel ismét a rendezvény sorozatot jelképező fény. Az életre kelt mécses tartó fiú Hanusi Péter polgármesternek adta át a rendezvény sorozatot jelképező fényt, majd nagy közönség előtt először csendült fel a Máté Szalka dal. Hallom, mit suttognak a fák. Kedves Máté Szalkaiak és kedves vendégeink, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy velünk ünneplik itt a fényvárosában a fényes napokat. A fény nagyon sok mindent szimbolizál a mi életünkben. A fény nagyon sok értéket megvilágít a mi életünkben. Kiemelnék egyet, az összefogást. Én nagyon köszönöm nagyon-nagyon sok Máté Szalkai embernek, hogy úgy gondolják velem együtt, hogy ez az egyik legfontosabb érték, és hogyha mi összefogunk együtt, akkor valóban fényesebbé tehetjük ezt a csodálatos várost. A fényt a szemünkkel érzékeljük, de van egy másik fontos érzékszervünk is, a szív. Én azt kérem, hogy nézzünk ezekben a napokban a szívünkbe is. Keressünk benne szeretetet egymás iránt, keressük meg a másik ember értékeit is. Nyissuk ki a szívünket, és váljon valóra az, ami a dalban van. Ne legyenek ellenségek, csak barátok és csak boldog emberek. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vannak velünk, és ilyen sokan megtiszteltek bennünket ezen a csodálatos estén.
A sárkánylányok különös varázsa, egyedi tűztánca kicsiket és nagyokat egyaránt elkápráztatott. A mára már hagyománnyá vált fényes felvonuláson 1000 égő fáklyát osztottak ki, de nagyon sokan lámpionokkal és egyéb világító eszközökkel vettek részt.
A városközpontba érve a rendezvénytéri nagyszínpadon Ferenczi György és a Racka Jam koncertje fogadta a fesztiválozókat. Egy budapesti éjszakában de sok virág kinyíl a szívemet sok közül szépen harmonikázat az én szívem képes na, jaj, de ha már feladta kézzét köncsen volt a vége most már aztán utazhat az én szívem képes na, jaj, de ha már feladta kézzét köncsen volt a vége. Tréfás, mi állarcok, a legközelebb
igazak álmaink. A rendezvény sporteseményeknek is helyt adott. A városi sportcsarnokban megrendezésre került az első fényes kupa női kézilabda torna, valamint a harmadik No Limit fekvenyomó nyílt verseny is. A legkisebbekre is gondoltak a szervezők, hiszen a város szívében kialakított játszótéren többek között mocsárjárást és a hordólovaglást is kipróbálhatták az érdeklődők. Akik valami igazán finomra vágytak, a pöttyös sátorban túrórudit készíthettek, melyhez szervesen hozzátartozott a műtehén fejése is. Ide jöttek egy ilyen nagy sátorral, ahol a gyerekeknek többféle ajándékokat is adunk, meg ingyen játszhatnak, lehet ilyen műtehenet fejni, bárcsak víz jön ki belőle, lehet puzzle-özni, lehet ilyen memória fejlesztő játékokat csinálni, meg lehet sólisz gyurmából készíteni túrórudit, meg lehet fényképezkedni egy ilyen telsütis pöttyel. A pöttyös túrórudi sátrához érkezve a gyerekektől kérdezem, hogy mit készítettek ti most? Túrórudit. Túrórudit? Hogyan kell készíteni a túrórudit? Gyurmából, sóból, meg lisztből. És mit kell vele csinálni? A kanállal előbb összekeverni, és hogyha már jól lesz, akkor meg a kezünkkel is összegyúrni. És utána mit kell vele csinálni, hogy ebből túrórudi legyen? Oda menni, ott még így megformázni, utána befesteni, és utána meg el kell menni, és megszárítják. És utána meg lehet tenni ezt a túrórudit? Nem. De kaptok igazi túrórudit, igaz? Amiért ilyen ügyesek voltatok. Igen. Repülő ember címmel került megrendezésre a zsinagógában Bornai Tibor önálló estje és kiállítása, melyet szeptember végéig tekinthetnek meg az érdeklődők. Az voltál a nyár, pontosan 101 éve már, mikor Irénke szóba vált Frédivel. Az angol park előtt Frédi tejára hívta őt, erre Irénke elpirult, de nem fogadta el. Magukat a Máté Szakai fényes napokon. Érkeztünk per pillanat, tegnap már voltunk, csodálatos, szuper, fantasztikus programok vannak, isteni minden. Honnan értesültek a rendezvényről? Mivel Máté Szakaiak vagyunk, ezért nyomon követjük évről évre a fényes napok rendezvény sorozatát, de benne volt szó róla, abba, plakátokon, hirdetéseken, mindenhol láttuk. Mitől lesz jó egy fesztivál? Szervezés kérdése, gondolom. Mivel lehet ide csábítani a turistákat? Hát ez mind magáért beszél szerintem. Mindenképpen nagyszerű a rengeteg koncert, ami nem csak egyféle, hanem többféle érdeklődésű embereknek szolgál. A gyerekeknek rengeteg program, rendezvény, eszemiszom, dínomdánom, szóval minden nagyon jó. Nem vagyunk Máté Szalkaiak, de nagyon jól érzik magunkat, minden évben eljövünk. Honnan érkeztek? Balkányból. És honnan értesültek a fényes napokról? A feleségem Máté Szalkai, úgyhogy nem volt nehéz. Ön szerint mi kell egy jó fesztiválhoz, egy jó rendezvényhez? Mitől lesz jó ez? Hát ha jók a rendezvények, jó a hangulat, akkor csak jó lehet. De mivel lehet ezt megteremteni? Milyen programokkal? Elégedett a fényes napok programjaival? Mindig elégedettek vagyunk, mindig jó hangulat, úgyhogy szerintem nagyon jól megvan szervezve minden évben. Akkor visszavárhatjuk Önöket a következő években is. Biztosan. A fényes napok programjait más országból érkezők is vonzónak találták. Máté Szalkát tiszta, rendezett, hangulatos városnak látták. We can throw
Szlovénia, Pécs. Szlovénia, Bécs és Debrecen után Máté Szalkát látogattuk meg, mert Beregi körútunk során hallottunk erről a rendezvényről. Kifejezetten Bíró Eszter és Bobán Markovics orkesztár koncertjére jöttünk. Bíró Eszter gyerekeknek szóló Állati Zenés ABC című színpadi produkciójával az ABC betűit dalokon keresztül tanította meg az óvodás és kisiskolás korúakkal úgy, hogy mindeközben a szülők is jól szórakoztak. Sziasztok, honnan érkeztetek? Debrecenből. És honnan tudtatok előről a mai rendezvényről? Szüleim tudtak, hogy nem tudom, valahogy erre felé jöttünk, és akkor láttuk, hogy itt a rendezvény, és gondoltuk, hogy megnézzük. Apukát is megkérjük, hogy segítsen. A Kossuth Rádióban hallottam, hogy 1888, és hogy itt volt a Magyarországon az első közvilágítás, vagy valami ilyesmi, ha jól emlékszem rá, és aztán utána pedig a képeslap kiállításról is beszéltek, vagy valami fotókiállításról, és aztán az interneten pedig megtaláltuk, hogy most van ez a hétvége, a Fényes Fesztivál. Hogy érzik magukat a rendezvényen? Köszönjük szépen, jól állt. A gyerekek is voltak, koncertek is, meg kézműveskedések. Hát nekem azt tetszett, amikor ott a néni énekelt azt a betűs dalt, az tetszett. Mitől lesz jó egy rendezvény? Hogyha a gyerekeket, meg a felnőtteket is meg tudják szólítani, és mindenkinek akad valami program. És most vannak először, mint ahogy kiderült az imént, hogy először vannak a Máté Szalkai Fényes Napokon. Önöknek melyik program tetszik a legjobban? Hát nem tudom, mindegyik jó volt. Tényleg a koncertet is élveztük, meg voltak ezek a játékok is, azokat még mi is szívesen kipróbáltuk, a hordó húzós népi játékot. Jó. Tovább fogják vinni a hírét a Máté Szalkai Fényes Napoknak? Igen, hazamegyünk és elmondjuk a barátainknak, hogy jöjjenek jövőre ők is. A Máté Szalkai Fényes Napok több helyszínen zajlott. Míg a gyerekek a városközpontban játszottak, kézműveskedtek, a Kossuth utcán lévő zsinagógában a felnőttek kapcsolódhattak ki a Four Fathers koncertjén. A Máté Szalkai Fényes Napok látogatottságához nagyban hozzájárultak a színvonalas programok. Több ezres nézőközönség előtt lépett színpadra Karamell, valamint az európai körökben is elismert Bobán Markovics orkesztár. Oj,
nagyon jó színvonalú volt, különösen ez a Boban Markovics koncert szuper volt. Fantasztikus, Karamell is jó volt, összességében nagyon jó ételek, italok vannak, rendezvény, program, tök jó. Nagyon jó, szuper, tetszett a hely, jó a zene, jó a buli, nekem tényleg tetszett. Mi tetszett a legjobban? Hát, ahogy most látunk, Boban Markovics. Mi Debrecenbe jöttünk, de nekünk nagyon tetszett. Örülünk, szuper, hogy itt lehetünk. Nagyon jó volt. Szerbiából jöttünk. Szerbiából, tényleg, igen. Zentáról a határ mellől. Imádjuk az szuper egészet. Volt. Imádjuk. Nagyon jó. Szóval. Nagyon jól érezzük magunk. Boban Markovics. Éjjó! Máté Szalka polgárai a szatmári emberekre jellemző vendégszeretettel várták a városukba az igényes és értékes kulturális izgalmakra vágyókat.